Sziasztok, Dóri vagyok, és most ebben a videóban a Gádonyi Projekt soron következő olvasmányáról fogunk egy kicsit beszélgetni, ami az az a hatalmas harmadik volt. Tartsatok velem! Bevallom, hogy már kicsit unom mondogatni, hogy az elmúlt időszak zűrös volt, de ez abból is látszik, hogy az áprilisi Gárdonyi projekt teljes mértékben májusra csúszott, így májusban nem olvastam extra Gárdonyit, csak az áprilisra kiszemelt az a hatalmas harmadikot. És nem fogom úgymond ezt bepótolni, nem fogok majd duplázni júniusban, hanem egy-egy most egy hónap kimaradt. De térjünk is rá az, az a hatalmas harmadikra, mert ez egy több szempontból nagyon izgalmas olvasmány. 1902-ben íródott, és van egy olyan mondás, mely szerint Gárdonyi a megírása után úgy hát nyilatkozott meg, hogy csak azt sajnálja, hogy bármi, ami ebben a könyvben megtörtént, azt ő is nem úgy olvasta valahol. Ebből azért elég jól kiviláglik, hogy Gárdonyi masszívan belerakta magát ebbe a könyvbe, egy picit azért meg is bánta, hogy ilyen szinten kitárulkozott, mert nem az a típusú ember volt, aki szerette kirakni a magánéletét az ablakba, de valamiért itt mégis úgy gondolta, hogy ez jó ötlet, bár azért azt tegyük hozzá, hogy nem a saját életével kapott ihletet, hogy így fogalmazzak, hanem egy pesti útján látott két gyászruhába öltözött hölgyet, egy idősebb és egy fiatalabb hölgyet, akik a könyv kirakhatott nézegették együtt, és nagyon éles kritikával illették az ott található köteteket, ami Gárdonyit megszólította, mert mindig is imádta szerintem bár lehet, hogy ez egy kicsit erős szóra, akkor inkább úgy mondanám, hogy mindig is csodálta azokat a nőket, akik intelligensek és saját véleményük van. Majd ehhez még hozzátett az is, hogy találkozott Pekár Gyulával, aki megemlékezett egy régi gyerekkori barátjáról, aki egy nagy szerelem miatt szerelt le a katonaságtól, és vállalt hivatalt a postán. És amikor Budapestről tartott hazafelé Egerbe vonattal, akkor összekapcsolódott ez a két történet, és ehhez jött hozzá ugye a saját tapasztalása, aminek következtében kézbe vehetjük ezt a csodálatos könyvet, az Az a hatalmas harmadikot. Én imádom ezt a kiadást, ez egy Zinger és Wolfner kiadás, ez, ez már egy több mint száz éves könyv, 1903-ban jelent meg, és euh, én mindig nagyon szeretem nézegetni itt a hátoldalon, euh, azt, hogy milyen kiadások voltak már, és itt mondja, az a hatalmas harmadik a három korona, kötve öt korona, szóval... Euh, Gyanítom, hogy ez egy öt koronás kötet, amit itt fogok most a kezemben. Sajnos, mint ahogy tudjuk, Gárdonyi szerelmi élete, hát ha nem is volt maga a tragédia, de nem volt egyáltalán boldog, legalábbis a kezdeti abszolút nem előzhető boldognak, hiszen első feleségével kötött házasság a teljes kudarc volt. Itt többféle teóriát is olvastam már, volt olyan, hogy ő ténylegesen szerelemből házasodott, csak később a, az asszonynak, a napvilágra került a karaktere, ami nagyon erősen elütött Gárdonyétól, és emiatt ők nem lehettek továbbra is egy pár, hogy nagyon óvatosan fogalmazzak, de olyat is láttam már, hogy Gárdonyi valójában a hozomány miatt vette feleségül ezt a nőt. Nem tudom, hogy az ifjú Gárdonyi milyen lelkületű lehetett, de valahogy én az idősebből ezt már nem nézem ki. Ezt már valószínűleg Soha nem fogjuk megtudni. Minden esetre azért idősebb korára megtalálta újra a szerelmet Mila személyében, aki egy Egri asszony volt, már férjes asszony, és köztük egy nagyon erős, romantikus lelkiekben gazdag és minden téren támogató szoros kapcsolat jött létre, még akkor is, hogyha az asszony ezzel a város megvetésének és az emberek sustorgásának vetette alá magát, mert manapság sem nézik ezt igazán jó szemmel, hát akkoriban meg aztán végképp nem. Gárdonyi a vállását nagyon-nagyon hosszan halogatta. Körülbelül 20 évig nem vált el a feleségétől, és ennek az is oka volt, hogy a vállást, mint intézményt, egy nagyon macerás és meghurcoló, dolognak tartotta, mert kétséget kizáró bizonyítékkal kellett szolgálni arra, hogy a pár képtelen együtt élni a jövőben, vagy hogy az egyik olyan dolgot tett, ami megátolja a házasság hát fenntarthatóságát, hogy így fogalmazzak. Na de akkor ennyi hosszú előzetes után térjünk rá, hogy miről is szól valójában az az a hatalmas harmadik. Egy Általában annyira kedvelt keretes szerkezetbe foglalta ezt a történetet, amikor is az író, gyanítom Gárdonyi, a vasútállomáson találkozik egy ö, meghaltnak hit barátjával, aki hosszas elbeszélésbe kezd, és a legesleg végén pedig megkéri az írót, hogy ezt mivel neki ez a szakmája és mestersége vesse papírra, és majd adja neki az elkészült könyvet. Így szerintem nem spoilereztem semmit. A történet alapján azt láthatjuk, ahogy ez a férfi ember kiugrik szintén a katona életből, és postán vállal a hivatalt, és elvesz egy nőt feleségül, akiről szintén kiderül, hogy nem a neki megfelelő nőt választotta, és megcsalta többször a férjét, volt nagyon erkölcstelen életet élt, így az útjaik ketté váltak, ám ekkor már volt három gyermekük, két fiú és egy lány. A férfi a két fiúval elköltözik vidékre, valamint az édesanyjával együtt. Ez ugye szintén abszolút gárdonyis vonal, mert náluk is abszolút pontosan ez történt, kivéve, hogy ott még volt egy negyedik gyerek, akiről nem tudjuk, hogy gárdonyi vagy nem gárdonyi, de én úgy emlékszem, hogy amit láttam róla képet, eléggé gárdonyinak nézett ki. Mindegy, mellékvágány. A főszereplőnk Miska, pedig miután ilyen sikeresen megégette magát a női nemmel, úgy dönt, hogy soha többi, nem hogy szerelembe nem esik, nem is házasodik, és rá sem akar nézni többet a nőkre. Hát igen, ám, de Isten végez, ember tervez, ez pont fordítva van, szóval ember tervez, Isten végez, belebotlik egy olyan nőbe, aki így instant szerelemre lobbantja. Kihűlni hit szívét, ú, de vagyok ma reggel. De egy engedjük el ezeket a gondolatokat, haladjunk szépen tovább. Egy nagyon intelligens, kedves, tájékozott, olvasott, és úgy általában véve egy abszolút gárdonyi ideál jelenik meg a lapokon Mariska személyében, aki ténylegesen elrabolja Miskának a szívét, és ő ezzel ellen nagyon hosszan küzd, mert hát elég sok, ugye, a negatív, vagy hát nem sok, de hogy ö, elég negatív az a tapasztalat, amit ő itt begyűjtött a nőkről. Aztán valami mégis folyamatosan arra felé húzza, hogy találkozzon vele, hogy beszéljen vele, csak egy pici időt töltsenek még együtt. És egy idő után Miska úgy dönt, hogy kár az elkerülhetetlent, mert bizony ő elég masszívan, tetőtől talpig beleszeretett ebbe a nőbe. Úgy dönt ekkor, hogy beadja a, a váló keresetet, a vállóper elindítását, és itt kezdődik az igazi bonyodalom. Még mielőtt spoileres dolgokba mennék bele, egy pár szót ejtsünk azért a címről is, ami az, az a hatalmas harmadik, amit sokan Schopenhauernek tulajdonítanak, vagyis hát magát a, a gondolatot, mert az lenne itt a lényeg, hogy egy olyan, még meg nem született lélekről beszélgetünk, aki figyeli lent a párokat, és ő hajtja őket egymás mellé, mert szeretne megszületni. Ez egy kicsit furcsa gondolat, bár ahogy ismerem Gárdonyinak a lélekvándorlásba vetett hitét, illetve az ebbe fektetett érdeklődését, így abszolút nem csodálkozok rajta, hogy egy ilyen kötet is kikerült végre a, a, tolla alól, mert több könyvében is találkoztam már a lélekvándorlással, mint olyan, benne volt a láthatatlan emberben is, de még elég sok könyvében. Lehet, hogy ezeket egyszer ki kellene írnom, hogy hol van lélekvándorlás, bár lehet, hogy rajtam kívül senkit nem érdekel. Mindegy. És akkor térjünk át egy picit a spoileres részekre. Itt ki is fogom tenni a jelet, hogyha valaki esetleg pont a videó közepébe kattint bele, akkor se történjen semmi baj, ne halljon meg olyan információt, amit nem szeretne. Ugyebár ennek a váló pernek a megindítása után szinte biztosok abban, hogy végre egymásé lehetnek majd, de természetesen sohasem mi nem ennyire egyszerű, mert nem talál a bíróság arra megfelelő indokot, hogy felbontsa az ő kettejük frigyét nyilván borzalmasan elkeseredik Miska, és véget akar vetni az életének. Ebben akkor eljözze meg Mariska, nem szeretné, hogy a szerelme főbelülje magát valamiért, és eldöntik, hogy akkor ők bizony házasság nélkül gyakorlatilag bűnben fognak együtt élni, de legalább boldogam. Viszont itt is lesz egy pici csavar, azon felül, hogy az anyussal rögtön lebratizik, és teljesen jól kijönnek egymással, miskával, élhetnének egy abszolút boldog életet is, egy kicsi bökkenő viszont akad, nem hajlandó egy szobában aludni vele, és semmilyen intimitást nem mutat az irányába, majd ez később kiderül, hogy miért. Izgalmas volt az is, mikor olvasgattam egy kicsit a könyv után, hogy bizonyos kritikusok azzal a hát hibával, vagy, vagy kritikával illették Gárdonyi írását, hogy ezek a szerelmesek olyan sokáig vetyengtek, anélk, vagy ahelyett, hogy rögtön mindent megbeszéltek volna, amiben látok némi igazságot, Gárdonyi erre annyival reagált, hogy erkölcs. És még volt egy pár ilyen kritikai megjegyzés, amire olvastam a válaszát, de mindenre volt válasza. Én azt gondolom, hogy ha ő valamit kitalált magának, akkor elég rendíthetetlen volt, és nem vagyok benne biztos, hogy észérvekkel meg lehetett volna győzni, mert ő inkább ilyen lelki emberke volt, és úgy futkosott itt a földszínén. Nagyon sok érdekes gondolatot tartalmaz a szerelemről, az emberek kapcsolódásáról, hogy találjuk meg a nekünk való párt, mikor próbálunk már olyan lépéseket tenni valaki felé, amiről tudjuk, hogy elkerülhetetlen, ez az egész lélekvándorlás is egy nagyon izgalmas téma benne. Bár engem egy idő után már eléggé idegesített az a szófordulat, hogy az a hatalmas harmadik, aki nincs, de lenni akar. Ez picit már nekem sok volt, de ez nem tudom, hogy direkt volt-e így, vagy sem. Minden esetre tényleg nagyon kedves ez a szerelmi történet, és nagyon sok-sok olyan gondolat van benne, amire érdemes odafigyelni, és abszolút meg tudom érteni, hogy Gárdony egy picit megbánta, hogy ez a könyv megjelenhetett, mert még jobban rá az emberek az ő szerelmi életére, amit szerintem ő pont szeretett volna elkerülni a két karakterünkről, hogy néhány szót ejtsünk, bár már Mariskát jellemeztem egy ilyen nagyon gárdonyi ideálként, valójában az ő alakjának az alapja Mila lehetett, ugye a, az egri gárdonyi szerelem, de nagyon érdekes volt, hogy Gárdonyi úgy nyilatkozott erről, hogy megkereste ő több nő ismerőse is, hogy róla mintázta-e ezt a karaktert, és ő annyit fogalmazott meg ezzel kapcsolatban, hogy az udvariasság mindenkivel szemben kötelező erény, de hát valószínűleg mindenkire ráhagyta, hogy igen, te voltál a modellem. Engedjük el, nagyon cuki amúgy, ha belegondoltak. Miska pedig egy tipikusan megbántott és csalódott férfi, aki borzalmas küzdelmet vív saját magával, míg végül rá nem jön arra, hogy minden hiába való, mert úgyis ezt a nőt akarja, és gyakorlatilag bármire képes azért, hogy megszerezze magának, és nem is teszi rosszul, hiszen valójában őket abszolút egymásnak teremtették, teremtette Gárdonyi. Én nagyon szeretem az a hatalmas harmadikot, minden harmadikot, harmadikat, kat, minden hibájával együtt, mert euh, nagyon jól bemutatja tényleg Gárdonyinak a lelki világát, és kicsit azért másabb, mint a többi regénye. Majd írjátok meg nekem hozzászólásban, hogy ti olvastátok-e velem ezt a könyvet, és hogy ha igen, akkor mennyire tetszett nektek. Nagyon-nagyon bízom benne, annyiszor elmondtam már ezt, de tényleg így van, hogy júniusban el fogom tudni olvasni a Gárdonyi projekt júniusra kiszemelt olvasmányát, ami nem lesz más, mint a szúnyogi miattjánkja, ami abban a kötetben van meg nekem, amiben az Ábel és Eszter, illetve a Teberkenye. Kíváncsi vagyok, hogy fogtok-e velem olvasni, írjátok meg, hogyha igen, és robogjon tovább a Gárdonyi projektes mókavonat, mi pedig találkozunk egy következő videóban, addig is legyen szép napotok és hetetek. Sziasztok!